Na, sziasztok srácok! Üdvözlök titeket újra itt! Ma egy témáról lesz szó, a kollaborált termékekről, mint kerámia, pipa, dohány, hasonló dolgok. Úgyhogy kezdjük! Nos, elsősorban a Verbund kerámiát fogom neki megmutatni. Találkoztam már itt vele Magyarországon. Nem volt belőle sok, viszonylag sokan elvitték, de nem biztos, hogy mindenki tudja, hogy kell bele tömni, mert ez egy speciális kerámia. Ugye ez egy kollaborált termék, egy youtuber és a Verbund által. Ez a youtuber nyilván orosz. Nagyon sokat szív úgy, hogy nem hagy minimális rést a Lotus és a dohány között, hanem pont az enyém, hogy full púposra rakod rá forró konzolt, ezt majd mindjárt meg is mutatom. Nagyon fontos, hogy ezt a kerámiát fóliával nem tudjátok színi, úgyhogy akinek van, akkor tanácsolok, hogy csak azt a tömést alkalmazza, amit mindjárt megmutatok nektek. Először is egyharmad ananász, egyharmad kóla és licsi. Mindenből ugyanannyi. Na és akkor nagyjából itt van. Így néz ki, és ugye láttunk oldalt itt ilyen kis lyukakat, hogy ez milyen szélt szolgál, stb. Vajon egyáltalán jó, ez valami lehet csak dizájnelem. Ez arra jó, hogy a dohányt azt le tudjuk hűteni. Lényeg, hogy csináljuk itt egy ilyen kis gátat. Kettőt tanácsos. Kicsit elegyengedjük, azért maradjon jó levegős. Csinálunk két ilyen kis gátot, ez majd szívás közben ugye lehűti magának a kerámiának a belsejét, és akkor már is megmutatom nektek, hogy hogyan kell ezt melegíteni. Na ugye, kerámia a helyén. Gyors megmutatom, hogy ezt hogyan szokás melegíteni. A lényeg, hogy a konzolunk az forró legyen. Ezt mindig ki akartam próbálni. Ez geci jó. Nice. Nos, amit ezt felhelyeztétek, szinte azonnal lehet szívni. Én egyébként ezt ilyen lusta pipának hívom. Mi ennek a lényege? Már is működik. Az a lényege, hogy így a dohányon lévő aromát a magas hő által nagyon ugye kap egy hősokot, és ezáltal nagyon erős íze lesz, még akár a gyengébb dohányoknak is, nem gyengébb ízű dohányoknak. Harmadik jó lesz a tetején. Négy jön oda, amikor fázok. Nos, egyébként ez a tömés, nem tudom mennyire működik ilyen német prémiummal, tehát ez a Holster, True Passion, meg itt tudom, mi van még itt. Tehát ezekkel nem feltétlen fog működni. Talán még azt mondom, hogy Alfa kell talán előbb próbálni. Mással nem. Mással ennyire nem szívesen próbálnám meg. És nyilván ezt azoknak, akiknek három színnél már erős a holster, vagy bármi ilyesmi, annak egyáltalán nem ajánlom, ez
ez srácok, ez kemény. Ez kemény, mint a fagyott kutyaszar. Na ugye, kollaborált termékek, miket ismerünk, mik vannak. Ez ugye általában két márka, kettő vagy akár több márka, valamilyen speciális limitált szériás terméke, hogy általában a ritkább eset az, hogy ugye csinálnak valamilyen speciálisat, amit nem mindegy, hogy tömsz, vagy hogy szívsz, vagy hogyan néz ki, de általában ez csak hype, hogy most mondok egy példát, az oblakot csinált a Zomóval egy kollaborált kerámiát, ami sima oblakó fanel, csak rá van írva, hogy Zomó. Nos, ez nyilván az a marketing célja, hogy aki oblakot használ, és mondjuk orosz, akkor az próbálja ki a Zomót, aki meg Zomót használ, az próbálja ki az oblakot, és így mind a kettő márkának növekedik az eladása. Nos, mikor a Darkside kivonult a német piacra, akkor csinált egy kollaborált pipát az Ionnal, majd találok képet róla, vagy nem tudom bemutatni, akkor mindenféleképpen kirakom nektek. Továbbá ugye említettem Oblakó, Zomó, Oroszországban is rengeteg kollaborált termék van, dohányokkal is. Ugye a Blackburnnek ugyanúgy ezzel a youtuberre volt egy saját íz szériája, ahol nem szokott, voltak ízek, amik már piacon voltak, de úgymond maximalizálták őket, hogy minden inkább valósághű legyen, tehát a kiwi az olyan legyen, mint amit megeszel. Mindenről majd fogok nektek itt képet kirakni. És ugye amit itthol ismerünk, az még ugye az Oblakó X Huligán, X valaki, valamilyen művész, most nevezzük így. Ez egy ugye gyalúlyukosos török kerámia, 360-ban mázolt, de belül nem, és üreges. Ami jó is, meg rossz is, ha tömör lenne, akkor nagyon nehéz lenne felmelegíteni, szóval ilyen szempontból érthető, de mivel vékony, néha valamiért beleég a dohány, nekem már nem egyszer volt olyan, hogy odaégett. De egyébként ez egy sima aluljukasos kerámia, ugye itt nyilván a dizájnon van a hangsúly, semmi máson. Általában mint mindig az így szokott lenni. Ebből is volt egy limitált szériás, ebből a kerámiából van fehér, zöld, narancssárga, és ugye a limitált szériás, a negyedik, ez a fák 20-20, amit mindenki látott már. Nos, németben ez nyilván annyira nem divat, de olyan orosz termékek, amik kikerültek a német piacra, olyat még talán találhattak is. Például ugye a Dusát, azt mindenki ismeri, talán egy-két embernek itthon van is. Ez egy pipa, ők is csináltak egy kollaborált kerámiát az oblakóval. Ez is egy sima fanel, egyébként meg egy sima killer, csak ilyen nagyon, hát talán nagyon speckó, ilyen fekete máz van rajta, tényleg ilyen fekete-fekete. És maga az agyag is fekete, tehát a máz alatt is fekete agyag van. Pipákból, amit még talán német piacon láthattok, az a Noob. Egyébként valamiért ilyen olcsó pipát a német piacon nem láttam, pedig van a Noob Junior, ami tényleg kint, ilyen 10 pár ezer forintos pipa, úgy nyilván csak a test, ilyen 10 pár ezer forintos pipa. Itt a csatlakozásra is a szilikonból van, ezért lett ilyen olcsó, és csak egy ilyen rozsdamentes cső az egész. Egyébként nem néz ki rosszul, pár színnel is fogadható, de ebből is van egy ilyen kollaborált termék. Szóval, hogyha valaki ilyen kollaborált terméket vesz, és minimálisan eltér a külseje,
nem egy szokványos alulyukas, vagy nem egy ilyen funnel-szerűség, akkor érdemes utána járni. Egyébként, hogyha valakit érdekel, akkor keresek egy videót, és leírásban ott lesz a csávó, aki kitalálta, és megmutatja, hogy ő hogyan tömel be. Nagyjából ugyanez, tehát ugyanezt lekopiztam, megmutattam nektek. Mindenféleképpen nézzetek utána, hogy ha ilyen különleges, kollaborált terméket vesztek, akkor valamilyen speckó módon kell őket használni, hogy miért, hogy ez miért jó. Nekem személy szerint sokkal jobban tetszenek ezek a különleges megoldások, mint ugye a huligán, vagy akár ez, hogy ez nem egy sima basic valami, tehát ez is azért formában így külsőre picit eltér egy sima török kerámiától, ez pedig teljesen más funnel, mert azért nagyon hasonlít rá. Szerintem sokkal több értelme van, mint annak, hogy most egy funnelre ráírom azt, hogy Zomo, vagy Aeon, vagy bármi ilyesmi. Úgyhogy ezt a tanácsot tudom nektek adni. Itt, hol ilyen sok dolgot nem tudunk elérni, úgyhogy ennyivel tudok most szolgálni. Sziasztok! Okay. Go, go, go.